Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám hétfői napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Balatonalmádiból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez pedig egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ezúttal itt Balatonalmádiba fogok néktek videót rögzíteni, méghozzá dokumentálok konkrétan, méghozzá azt dokumentálom tulajdonképpen, hogy hogy halad a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása. Hát lányok és fiúk, hiszen az ezt megelőző videóimban is tulajdonképpen már erről a 29-es számú vasútvonalról témáztam, és annak a villamosításáról. Ez még ebben a videóban is így lesz konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban. Na, jányok és fiúk, és akkor dokumentáljunk a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítási projektjét, hogy milyen ütemben is halad, illetve hol is tart tulajdonképpen a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása. Hiszen már az ezt megelőző videóimban is konkrétan erről témáztam, és az még ebben a videóban is szinte biztos, hogy így lesz, hogy erről fogok témázni, a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításáról, ami egyébként megközelítőleg 25 milliárd forintba fog kerülni, Szabadbattyán és Balatonfüred közti szakasza. Igen, jó hallottátok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása Szabadbattyán és Balatonfüred között megközelítőleg 25 milliárd forintba fog kerülni. Tehát ez egy barátok közt is, meg testvérek közt is nem kis pénz konkrétan. Hát lányok és fiúk, de ahogy szokták mondani, haladni kell a korral, és így hát ennek a vasútvonalnak is időszerű volt, hogy elkezdjék a villamosítását, mert ezelőtt már 30 évvel el kellett volna kezdeni ennek a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítását, de hát ami késik, az nem múlik, és ez bizonyítja azt is, hogy a 29-es számú vasútvonalon bizony-bizony elkezdődött a villamosítás ebben az évben, így 2020-ban. És most erről fogok nektek egy újabb dokumentációs videót készíteni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítek Balatonalmádiban. Jöjjön hát a videó, tartsatok velem Fricivel most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ott látható ugye a 29-es számú vasútvonal konkrétan, és itt pedig már ez egyértelműen azt jelzi, ez itt konkrétan, amit itt láttok ezen a felvételen, ez egy betonalap akar lenni, méghozzá felső vezetéktartó villanyoszlopnak a betonalapja látható ezen a felvételen konkrétan. Tehát konkrétan most ezen a felvételen azt látjátok, hogy itt most egy felső vezeték tartó villanypóznának a betonalapja látható konkrétan, tehát ami így néz ki. Ugye ott látszik, hogy kiállnak a tőcsavarok, illetve a menetes anyák, a menetes szálak konkrétan kiállnak a betonból, ahol majd rögzíteni fogják tulajdonképpen a villanyoszlopot, tehát a felső vezeték tartó oszlopokat, amik egyébként ezen a vasútvonalon, ezen a 29-es számú vasútvonalon fémből lesznek a felső vezeték tartó oszlopok. Ez a betonalap is már arra enged következtetni, hogy bizony-bizony ezen a 29-es számú vasútvonalon fémből lesznek a felső vezeték tartó oszlopok, hisz ez a betonalap ez teljesen arról árulkodik. És ugye ott látható a 29-es számú vasútvonalnak a simpályája. Na és akkor bóklászunk itt egy kicsit itt Balatonalmádiban is, dokumentálunk egy kicsit erről a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításáról. Hát lányok és fiúk, amit láthatjátok ezen a felvételen, itt már lehet is látni tulajdonképpen, hogy ezek bizony fémből vannak, ezek a felső vezetéktartó oszlopok. Tehát amit láthatjátok, ezt a nagy halom vasat, ami itt látszik, ezek bizony felső vezetéktartó oszlopok, konkrétan amik itt láthatóak.
lányok és fiúk. Tehát konkrétan itt láthatóak a felső vezeték tartó oszlopok. Tehát ilyen jellegű felső vezeték tartó oszlopok lesznek itt a 29-es számú vasútvonalon, amit láthatjátok ezen a felvételen. Csak hátrébb kell jönnöm, mert a kamerának elég kicsi a látószöge. Hát lányok és fiúk, íme, itt már bizony, ez bizony, amit itt láttok ezen a felvételen, ezek bizony felső vezeték tartó villanyoszlopok, amik méghozzá fémből vannak. Méghozzá ez az időtálló fémből van, tehát ez a rozsdamentes történet ez. Tehát ez már az a rozsdamentes fém tulajdonképpen, tehát ez nem fog rozsdásodni. Valószínű, tehát azért ilyen ezüst színű, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen. Hát ilyen horganyzott vas akar ez lenni tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, íme, itt látható, hogy itt a 29-es számú vasútvonalon ilyen típusú felsővezeték tartó oszlopok lesznek, mint amiket itt láttok ezen a felvételen konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát valójában, ugye, ahogy mondottam, ugye dokumentálom a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítását ebben a videóban is, és ugye itt ez teljesen egyértelműen, ezek bizony felső vezeték tartó oszlopok, amik itt láthatóak ezen a felvételen konkrétan. Tehát ezek konkrétan felső vezeték tartó oszlopok, lányok és fiúk, amik ugye így néznek ki. Hát ez a tipikus fémből készült felső vezeték tartó oszlop lesz, ez az új fajta, ami nem fog rozsdásodni. Hát lányok és fiúk, és ott látható ugye a 29-es számú vasútvonal, ahol most egyébként egyáltalán nem jár vonat. Január 15-től kezdve nem járnak a vonatok ezen a 29-es számú vasútvonalon Balatonfüred és Szabadbattyán között, tehát egyáltalán nem járnak a vonatok, tehát vonatpótlóbuszok járnak teljes mértékiben, tehát személyszállítás jelenleg ezen a 29-es számú vasútvonalon nem történik, mert vonatpótló buszokkal van megoldva tulajdonképpen a személyszállítás. És itt is látható egy újabb betonalap, lányok és fiúk, tehát itt is látható egy újabb betonalap konkrétan, tehát ez is ugye egy felső vezeték tartó oszlopnak a betonalapja, ami itt látható ezen a felvételen. És ugye ott látható maga ugye a 29-es számú vasútvonal, tehát itt látható maga a 29-es számú vasútvonal konkrétan. És akkor itt bóklászunk még egy kicsit, és itt van egy újabb adag felső vezeték tartó oszlop, ami ugyancsak fémből van. Tehát itt ezen a 29-es számú vasútvonalon ilyen fém felső vezeték tartó oszlopok lesznek konkrétan, amint láthatjátok ezen a felvételen. Tehát ezek valójában ezek fém felső vezeték tartó oszlopok, méghozzá ez az időtálló, tehát ami nem rozsdásodik konkrétan, tehát ez a horganyzott vaslemez tulajdonképpen, ilyen horganyzott jellegű ötvözet, vagy lemez, vagy vas, vagy nem is tudom miféle anyag ez, de az biztos, hogy tény és való, hogy ez bizony fémből van, és ezek úgy több mint valószínű, hogy ilyen típusú felsővezeték tartó oszlopok lesznek ezen a 29-es számú vasútvonalnak ezen szakaszán, ami itt van Szabadbattyán és Balatonfüred között. És ugye most jelen esetben én itt vagyok Balatonalmádiba konkrétan. Na, jányok és fiúk, íme, akkor dokumentálunk egy kicsit a 29-es számú vasútvonalnak a Hogy is halad a villamosítása konkrétan című dolog ez. Tehát láthatjátok, itt vannak a felső vezeték tartó oszlopok már összekészítve. Ezek már csak azt várják, hogy felállítják őket majd a betonalapra. Na, jányok és fiúk, íme, itt láthatóak a felső vezeték tartó oszlopok konkrétan. És akkor sétálunk tovább itt a 29-es számú vasútvonalnak a mentén, itt Balatonalmádi területén, mert ugye amúgy meg itt vagyok egyébként, meg Balatonalmádiban, tehát konkrétan itt vagyok Balatonalmádiba tulajdonképpen, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, tehát ismét itt vagyok ugye Balatonalmádiban, most ezúttal itt rögzítem ezt a videót, és ez most nem túraútvonalas videó, hanem ilyen dokumentációs videó. Dokumentálom a 29-es számú vasútvonalnak a
a villamosítása, hogy milyen, hogy is halad, hogy milyen ütemben is halad tulajdonképpen ez a projekt. Hát itt is látható egy újabb betonalap konkrétan. Tehát itt is látható konkrétan egy újabb betonalap, ami ugyancsak egy felső vezeték tartó oszlopnak a betonalapja konkrétan, ami itt látható, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Tehát itt látható egy újabb felső vezeték tartó oszlopnak a betonalapja konkrétan. És ott a túloldalt is van egy másik. Hát lányok és fiúk íme. Tehát elkezdődött teljes gőzzel szinte a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása, és ebben a videóban is tulajdonképpen ezt láthattátok, hogy dokumentáltam a 29-es számú vasútvonalnak, hogy hogy is áll a villamosítása konkrétan. És ugye az is kiderült ebbe a videóba, hogy bizony-bizony ezen a 29-es számú vasútvonalon fémből lesznek a felső vezeték tartó oszlopok. Na de, mi sétálunk tovább konkrétan, tehát ennyiből nem fog ez a videó megállni. Tehát sétálunk tovább itt Balatonalmádi területén konkrétan, ha már úgyis Balatonalmádiba, és ha már elővettem a kamerát. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ebben a videóban is azt láthattátok, ebben a videóban is azt mutattam be nektek tulajdonképpen, hogy hogy is áll a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása. Hát lányok és fiúk, szerintem erről most egyelőre több videót nem fogok készíteni, ennek a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításáról, majd esetleg majd a későbbiekben, mivel az én csatornám nem egy közlekedési csatorna, és nem is szeretnénk közlekedési csatornába avanzsálódni, vagy hogy is fejezzem ki magamat. A lényeg az az, lányok és fiúk, hogy az én csatornám nem egy közlekedési csatorna, de azért nagy néha csinálok ilyen jellegű videókat is, ami ugye a közlekedéssel kapcsolatban van, mert vannak ugye sokkal jobb videósok ebben a témában, mint én, mert ebben a témában ugye van rengeteg videós a YouTube-on, aki ilyen közlekedési videókat csinál. Hát én nem szeretném a csatornámat közlekedési csatornává átalakítani, tehát az én csatornámon a továbbiakban is ilyen spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videók lesznek, mint ahogyan ti ezt már tulajdonképpen megszokhattátok tőlem, mert ugye az én csatornám az elsősorban ebbe van, tehát a spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videókból áll az én csatornám, de az időközönként nagy-nagy néha csinálok ilyen közlekedéssel kapcsolatban is videókat, nagy-nagy néha. Most például ez a videó is, meg az ezt megelőző két videóm is a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításának a projektjéről szólt tulajdonképpen, hogy is halad ez a projekt konkrétan. Hát lányok és fiúk, ebben a videóban is ezt láthattátok, meg az ezt megelőző két videómban is. Tehát valójában ezt próbáltam ebben a videóban is bemutatni, hogy a 29-es számú vasútvonalnak bizony-bizony elkezdődött a villamosítása. A Szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. Hát tudom, hogy jó szélzajos lesz ez a videó. Hát tudom, hogy szélzajosak vagyunk, lányok és fiúk. Hát ebben tisztában vagyok. A Szélzai pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől konkrétan. De itt Balatonalmádiban piszkos úr fúj a szél, de szerintem ez tökéletesen is belehaladszik ebbe a videóba konkrétan, hogy itt Balatonalmádiban bizony élénk északi a szél fúj. Ja, élénk északi, észak-keleti szél fúj. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább itt Balatonalmádi területén konkrétan. És akkor itt sétálunk még egy kicsit, itt Balatonalmádinak a területén. Ezen a felvételen, amint láthatjátok, teljesen egyértelműen itt vagyok Balatonalmádiban, és itt van mellettem ugye a 29-es számú vasútvonal is, és ott az úton, és a túloldalon, amik haladnak el autók, ott az autók elhaladnak, az pedig a 71-es számú főút. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább, itt Balatonalmádi területén konkrétan, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan,
sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor haladjunk szépen előre felé. A szélzajért pedig elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől, hogy szélzajos lesz ez a videó sajnos. Tehát a szelet ugye nem én szabályozom, mert nem én szabályozom a szelet, és a szél fúj, ha kell, ha nem kell. És leginkább akkor szokott fújni, amikor én videózok. Hát és ez sajnos most sincsen másként, mert most is baromira fúj a szél itt Balaton-Almádiban. Na, a lányok és ők, és akkor szépen haladunk a vasútállomás felé konkrétan. Tehát haladunk most éppen a vasútállomás felé. Itt Balaton-Almádi területén. Na, hány perce megy ez a videó, azért ezt meg kell nézzem. Hát, ha még látnám is. Már 16 perce megy ez a videó. Hát lányok és ők, akkor egy kicsit még itt bóklászunk itt Balaton-Almádi területén. Konkrétan. És ugye ebben a videóban is tulajdonképpen azt láthattátok, hogy hogy áll a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítása. Mint ahogy az ezt megelőző videóimban is azt láthattátok. De szerintem erről egyelőre több videót nem fogok készíteni. Majd legfeljebb valamikor a jövőben. Amikor azért már lesz még nagyobb látszatja az egész sztorinak. Hogy halad a 29-es számú vasútvonal villamosítása. Ami egyébként 25 milliárd forintba kerül, megközelítőleg, és csak hangsúlyozom, és csak ez a 25 milliárd forint, ami elmegy a villamosításra, ez csak a Szabadbattyán és Balatonfüred közti szakasza konkrétan a 29-es számú vasútvonalnak. Tehát nem kis pénzről beszélünk, tehát ez barátok közt is, meg testvérek közt is hatalmas pénz. Azért 25 milliárd az nem kevés, maradjunk ennyiben. Közben itt egy építkezés zajlik ott az út túloldalán. Közben ott építenek valami lakásokat, vagy nem tudom mit építenek ott a túloldalt. Aki esetleg tudja, írja meg nekem a komment szekcióba, hogy itt Balaton-Almádiban mi épül azon a helyszínen, ami ott látható. Mert nyilván van a Balaton-Almádi lakosú nézőim is. Na, lányok és ők, és akkor haladunk tovább ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval itt Balaton-Almádi területén. És ugye itt van mellettem amúgy a 29-es számú vasútvonal, tehát itt látható mellettem konkrétan. És itt Balaton-Almádiban a vasútállomás területén úgy látom, hogy még egy villanypózna se áll konkrétan. Tehát itt még egy villanypózna se áll tulajdonképpen. Itt Balaton-Almádinak a vasútállomásának a területén. Ami itt van már mellettem a vasútállomás konkrétan. Tehát ez már a váltókörzet tulajdonképpen. És itt van mellettem a Balaton-Almádinak a vasútállomásának a bejárata. Az alsóös felüli bejárata. És akkor szépen haladunk tovább ebből a videóval, ebből a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval, amit itt rögzítek Balaton-Almádi területén konkrétan. És itt vagyok ugye már a nagy parkba, tehát itt pedig már a nagy park látható. Tehát itt ez már a nagy park, ami itt látható, az öreg park, ahogy itt hívják Balaton-Almádiban. Tehát ez már konkrétan, amit láttok ezen a felvételen, ez bizony-bizony már az öreg park, ami itt látható. Ez itt található Balaton-Almádiban, a Veselényi strand és a vasútállomás között konkrétan. Ez egy 10 hektáros terület, ami itt látható, ez annak egy része csak, a 10 hektárnak. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább. Ebből az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóval. Itt Balaton-Almádi területén. Hát lányok és ők, itt mellettem pedig már itt van a vasútállomás tulajdonképpen. Tehát ez itt már mellettem a vasútállomás konkrétan, ami itt látható. És itt még egyelőre egy villanypóznát se látok még fölállítva, mint ahogy alapot se látok. Tehát itt még alapot se látok, hogy ki lenne ásva, vagy legalábbis von arra utaló jel, hogy már beton alap van. Mert ugye a nyílt vonalon, tehát alsóörs és Balaton-Almádi között
már ugye megvannak az alapok, tehát a felső vezetéktartó villanyoszlopoknak már megvan az alapja konkrétan, alapjai megvannak konkrétan, Alsóörs és Balaton-Almádi között. Tehát ahogy sétált a Máté idefelé, Balaton-Almádi felé, Alsóörsről, ugye végig a vasút mellett halad ugye a kerékpárút, és ugye ott láttam, hogy szinte az alapok már megvannak, tehát a nyílt vonalon, ami Balaton-Almádi és Alsóörs között van, ott már megvannak a felső vezeték tartó oszlopoknak a alapjai konkrétan, mert már ebben a videóban is mutattam nektek felső vezeték tartó oszlop alapot, sőt, ebben a videóban láthattátok azt is, hogy itt a 29-es számú vasútvonalnak ezen szakaszán, ami itt van Szabadbattyán és Balatonfüred között, ugye fémből lesznek a felső vezeték tartó oszlopok, hiszen ebben a videóban ezt már megmutattam nektek az előzőekben. Hát lányok és ők, és akkor lassacskán le is zárom ezt a videót, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit itt rögzítettem Balaton-Almádi területén. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba, a videóval kapcsolatban, a csatornámmal kapcsolatban, illetve a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításával kapcsolatban is megírhassátok a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Hát lányok és fiúk, közben ide érkeztem Balaton-Almádiba, megérkeztem a vasútállomás elé konkrétan, ahol majd ezt a videót több mint valószínű, hogy le fogom zárni, és itt fogom megköszönni a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És itt szembe pedig már Balaton-Almádinak a vasútállomása látható konkrétan. Hát ez itt szembe már a vasútállomás tulajdonképpen, ami itt látható. Kicsit így előrébb pofátlankodok itt a kerékpárúton, mert ugye most közterületen vagyok, és ugye közterületen semmi se tiltsa a videózást, legalábbis Magyarországon biztos, hogy nem, konkrétan. Hát lányok és fiúk, itt vagyok ugye a vasútállomásnál, konkrétan Balaton-Almádinál vagyok a vasútállomásnál tulajdonképpen, és itt van szembe velem a vasútállomásnak a épülete konkrétan, íme lányok és fiúk. És az a ki is van írva, hogy Balaton-Almádi arra a táblára. Hát lányok és fiúk, tulajdonképpen ennyi lett volna ez a videó, Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet. Ebben a videóban is azt láthattátok, mint az ezt megelőző két videómba, hogy dokumentáltam valójában a 29-es számú vasútvonalnak a villamosítását, hogy hol is tart tulajdonképpen ez a projekt. Tehát ebben a videóban, meg az ezt megelőző két videóban is konkrétan ezt láthattátok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Akár a csatornámmal kapcsolatban is írhattok véleményt, ebből a videóval kapcsolatban is írhattok véleményt, illetve írhattok a komment szekcióba véleményt a 29-es számú vasútvonalnak a villamosításával kapcsolatban is. És akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici Balaton-Almádiból a vasútállomás elől. Sziasztok!